Laci, mi ez a hely? Ez egy erdő, de milyen furcsa erdő. Sosem láttam még ehhez foghatót. Ja, tudom már, ez a négyszögletű kerekerdő, felismerem. Nézd, ott van Aromó, a fékezhetetlen agyvelei nyúl. Nézd, most is töri a fejét a virkosságon. Akkor az ott nem más, mint nagy zöld, a lépkedő fenyőfa. Képzeld, álva alszik. Igen, pont mint Lószerafin a kék csodaló. Ott van, ő is éppen verset ír. Akkor az ott nem más, mint Maminti. Az a kicsi zöld tündér éppen a varázspálcáját tisztogatja, biztos, hogy gyakorolja a varázslást. Nem ő mentette meg Dömdörömöt, mikor rádölt egy nagy fa? És csak annyit tud mondani, Dömdödöm. Dömdödömöt? Aki csak annyit tud mondani, Dömdödöm. És az a két macska fő. Ő macskamat és Mikka macka. Jaj, ott egy szörny húsunk. Ugye már, hogy csak szörnyetek legyen, ez nagyon barátságos. Nem kell tőle félni. Kicsit lassúcska az agya, de a szíve vajból van. Ez mindenszik így volt. Ott ül a nagy diófa alatt. Milyen kétségbe esetten ordít. Üljünk le egy kicsit itt. Ez érdekes neki. Biztos valami baja lehet. Biztos valami baja lehet. Akkor hallgassuk meg. Jó. Jaj, megholok! Jaj, megholok! Vége a világ legszebb oroszlányának! Vége a világ legszebb élőnőnének! Csoda buknád! Csoda tisztít! Csoda nekád! Meg csoda örültél! Micsoda történt? Semmi baja, csak színészkedik! De hát ne ordíts, inkább mondd meg, hogy mi a bajod. A fogam! Ide nézd nekem! Hát ez bizony kiuka. Egy jó. Lik! Likacska! Jukacska! Még egy szójáték is! Ütök, vágok, ölök is! Haza! Haza? Tudok is én majd ezzel hadatni. Ezzel. Dömdödöm. Szóval te így? Dömdödöm. Na azért. Jaj, de sajnálom. Jaj, de szállom. Jaj, de szilatom szegény. Kicsodát? Hát kinek lyukad ki a foga? Hát ki van itt haladva ítélve? Magamat sajnálom! Magamat szilatom! Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején, most nem kellene siránkoznod. Azt állítod, hogy soha sem mostam fogad? Azt! Igen, ez igaz, bevallom a dolgot. De az nagyon csúnya dágalom volt, hogy annak idején sem mostam fogad. Mert annak idején igenis mostam fogad. Ezt nem értem. Azt állítod, hogy sosem mostam fogad. De azt állítod, hogy annak idején mégis mostam fogad. Ezt a pofa egyszerű dolgot nem érted. Soha sem, de annak idején mégis. Majd én megmondom, mikor. Mikor a hírt a birka írta. Mikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka. Mikor a szamár volt a szemtantanár. Mikor
mikor egy páncélán kézen állt a fence, és mikor a récék voltak az észmércék. Ez gyönyörű szónoklat volt a Romó. Különösen az volt szép, amikor egy pálcán kézen állt a fácán. Mit hadrikáltál itt? Azt állítottatok annak idején mostan fogad, hogy azt, hogy nem, az annak idején zöld beszél. Az annak idején akkor volt. Ami elmúlt, az lett a jövendő. És ami ezután lesz, az volt a múlt. Neked is a fogad? Nem! Nem a fogam! Az agyvelőm! Mi betért? Hát abba az egészben, amit a Romó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogy mondta, mert én még csak ott tartok, hogy amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka. Hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka? Na ebből elég! Csak locsok, csak lefegyeldek itt! Ennek a szegénynek meg egy szörnyű lyuk van a szemfogán. Üljünk le, és találjunk ki valami hathatós módszert, a gyűlést megnyitom. Milyen módszer? Hathatós. Az meg milyen? Olyan, amit a Bruckner szikvét fogáról biztosan elmúlik a lyuk. Jó, akkor ne is hathatós, hanem héthetős találjunk ki. Sőt, jaj, ez nem jön ki. Mi nem jön ki? Az, hogy 8-nyatós. Nem baj, akkor mondd azt, hogy 16-hatós vagy 17-hetőst. Elég! Most már csak okos dolgot akarok hallani. Akinek valami eszébe jut, az mondja. Jelentem. Nekem eszembe jutott! Azért volt a tyúknak jó móka, róka. Nem arról van szó, ha akármi eszembe jut. Azt mondja, csak ha Bruckner szikvét fogával kapcsolatosan van ötleted. Jaj, akkor nekem mégiscsak beletöröd az agyvelőm. Jó, akkor üljön a Bruckner szikvét mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner szikvét foga kiukat, Szörnyeteg Lajos agya beletöröd. Hajrá, elő a mentő ötletekkel. Mondja le, Romó. Úgy döntöttem. Mi az, hogy úgy döntöttél, talán a véleményed? Úgy döntöttem, mármint az a véleményem, mi szerint. Ezeket a viszinteket hagyjuk. A ruhánában a bot, ne szólj közbe. Te szóltál az én szavamba. Szóval, Bruckner Siegfried foga azért lyukat ki, mert sohasem mosott fogat. Jó, csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint ön kellene legalább 100 éves, esetleg 115, de maradjunk csak 100-nál. Szóval, Bruckner Siegfriednek naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, ami annyi, mint... Zizi, zuzu. Évi 1825 perc, az zizi, évi 34 óra, az 100 év alatt 142 nap, tehát azt javaslom, hogy Bruckner Siegfried 142 napig folyamatosan mossa a fogát, hogy bepótolja a mulasztást. Azt akarod, hogy addig ne aludjon, ne igyon, csak sikálja a fogát? Csak ez a megoldás. Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól még nem múlik el, legfeljebb tiszta lesz. És akkor Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga? Nagyon szellemes vagy. Nem is arra gondoltam, hogy elmúlik a lyuk a fogáról. Csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mozdatlan fogó oroszlán. Dön-dö-dön! Azt akarod mondani, hogy szégyeljen magam? Dö-dön! Bizony igazad van, dön-dö-dön. Elég büntetés neki az, hogy egy lyuk van a fogán. És a lyuk csak nő, egyre eszeget, és egyszer csak zúd. Alig marad fog, ami marad, azt is ki kell húzni. Hajrá!
elő az újabb mentő ötletekkel. Nekem volna egy. Ruknán Siegfried ideülne, elfordítaná a tekintetét, ide tartaná a fogát, és egy jól irányzott, kíméletes rugással kirúgnám a fogát. Ez jó ötlet! A te fogadat azt rúgja ki, és azt mondja, igen, hogy fordítsa el a szemem a fogat, én tartom oda, de hát tegyem a szemem a fülem mögé! Mi? És mi a biztosíték adat, hogy pont a lyukas fogamat rúgja ki? Mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki, még jól is jársz, azok többé nem fájnak. De visszatudtam, hogy hülyeztetek! Ma mindig nézzük, hogy hülyeztetek csengő! Siribé, siribá, legyen itt egy csengő! Honnan szerezted azt a csengőt? Honnan szedtem volna? Maminti varázsolta. Megvan, igen, Maminti! Gyorsan, csinálj egy újabb klikszet és egy klakszot, és mondd, hogy tűnjön el a lyuk a fogalom. Gyerünk! Sajnos Siegfried nem megy. Fogtam, és azt nem tudok varázsolni. Akkor te nem is vagy csikosi tündér. Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, Mirnix, Birnix szamára változtatna téged. Ez igaz? Igen, de akkor egy lyukasfogó oroszláját, egy lyukasfogó szamár lennél. Inkább ő. Akkor nem ér az egész szemét. Inkább ő a lyukasfogó oroszláját, mint lyukasfogó szamár. A te esetedben ez tök mindegy. Mintha a tiédben nem lenne az. De hát nem lehet egyszerre oroszlán is, meg szamár is. Te a beletörött agyvelőddel ne szólj közben. Igaza van! Adomónak! Nekem is van egy ötletem. Arra gondoltam, hogy írjunk egy levelet Bruckner Siegfried szemfogának. És mit így? Ezt nem jön. Ja, tényleg! És miből gondolod, hogy a Bruckner Siegfried szemfogat tud olvasni, amikor még ő maga sem tud? Mikor én nem tudok! Ide figyeljetek, az ABC minden! Ez beti egy kis menem! A, A, B, C, C! De ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfoga olvasni, majd mi felolvassuk neki a levelet. És mit írjunk bele, Vacska Mati? Az, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek. Esetleg verset ne írjunk Bruckner Siegfried szemfogának? Jó! Igen, tisztelt szemfog, rajtunk jön ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Mondjatok rá egy rímet? Mert nem a mi fogunk. Ne szemtelenkedj, arról még megsértődik a szemfog. Nem én vagyok szemtelen, a szemfog a szemtelen. Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen? De ez már van. Dömdödöm! Azt akarod mondani, hogy menjek el fogod rosszhoz? Dödöm! Nem! Azt nem! Nem, nem és nem! Hát ha nem, hát nem. Isten veled, gyertek! Hey, állj, ezt nem tehetitek meg, mi lesz a fogammal? Mondtuk, hogy csak a fogorvos segíthet. Olyan magad meg fog vinni. Mondhatjuk vidáman is, csak a hihi fogorvos, haha, segíthet. Sejt a pikam! Csak a fogorvos segíthet. Na, induljunk hozzá a fogorvoshoz. Mi vagyok én? Jáva nyúl? Na, csak ne nyulazzunk! Akkor valaki elkíséri közületek, kivállalkozik. Akkor legyen Aromó, ő már kétszer is járt a városban. És velem mi lesz? Hogy
hogy hogy veled mi lesz? Az ott velem, beletöröd. Emlékszel? Tényleg, akkor fogorvos után agyvelőjavító. Mi becsere, nem kap rétes testére, pedig a rétes nagyon jó. Felejtettem a zsebkendőmet, vissza kell mennem. Nem mész a sehová, nyomás befelé? Jó napot kívánom, kedves doktor Zézúr! Jó napot kérem, hogy a lapát és ebből a székből. Köpány! Csoda nekem! Egyáltalán nem fáj. Ugyan egy hősnek. Doktor úr, egyet nem lehetne nekem is? Lukas? Remélem. Gyere, bügyön lát végre. Csodálatos fogak. Egy árva jussincs rajta, így nem tömhetem be. Na mi van? Mehetünk? Ti fogatömetlenek. És velem mi lesz? Önnek is lyukas a foga? Nem, az agyvelőm beledörött. Egy agyvelőjavítás kellene. Agyvelő ügyben forduljon bizalommal Dr. Zilc úrhoz, foglaljon helyet. Fájni fog? Egy picikét sem. Nézem milyen a szemembe. Elég még? Igen. Igen. Mivel lesz jól leves? Kanállal vagy villával? Kanállal. Nem kell mély hangon beszélnie. Ja, bocsánat. Tudom, akkor tiszta. Mivel lesz? Azt villával, de szükség esetén kanállal is meg tudom menni. Sőt, még szükségem esetén... Mondja csak! Kézzel is! Várakozások felülét. Valamennyi a kellett kijelentem, hogy a ön agya a legtöretlenebb szuperprima agyvelő. Köszönöm! Az én agyvelőm egy szuper... mi is? Prima agyvelő! Ja, igen, igen. Prima agyvelő. Na menjünk most már haza. Nem lépett szere, nem szok rétes testére, pedig a rétes nagyon jó.
hordja az orrát. Talán csak lát valamint az égen. Hé, Siegfried, mit nézel a fent? Hogy mersz hozzám szólni egy hőshöz? Hogy hős? Meséljetek már, mi történt? Dr. Zivz úr betömte Bruckner Siegfried fogát. Semmiség az egész, egy csecsemő is nevetve kibírná. Még hogy csecsemő, csillagokat láttam. Rettentő fájdalmas volt. De egy hős nem sír, nem jajgat, nem remeg. És az én nagy velem egy szuper... Utasra fogtam ese, Bruckner! Ingyen, bolond volnék! Egy pár vízslér megnézheted. Ez megőrült. Mindig is tudtam, hogy nagyképű vagy, de hogy ennyire... És az én agyvelőm egy szuper... Láttatok már ilyen nagyképű oroszlán? Döm-dö-döm. Ugyan kis mit ugrálsz, társaság? Törődöm is én veletek! Hová mész? Még nem is láttuk a fogtömésedet. Hadd csak, hadd menjen. És az én agyvelőm egy szuper... Tudjuk, egy törpe szuper. Mit mondogatod már annyi? Jaj, nézzétek, épp a verem felé megy! Siegfried, nézz a lábad elé! Hagy essen. Hogyha a büszkeségtől nem tud a lába elé nézni, nézze csak az eget. Nagyon megütötted magad? Várj, kivarázolnak, csiribí, csiribá! Krix, drax! Jaj! Mit jajgatsz? Nem törött el semmit? Dehogy is nem! Kitörött a betömött szemfogam! A csodafog! Megérdemelted! Igaz, nagyképű voltam. Mondd, Marit, nem tudnád visszavarázsolni a szemfogam? Nem, de viszont tudok neked varázsolni egy gránitkövet. Csiribí, csiribá, legyen itt egy gránitkő! Gratulálok, Maminti, ez szép volt. Csak azt mondd meg, mit csinálunk egy gránitkővel? Ide, belágyazzuk Bruckner Siegfried szemfogát, add csak ide. Így, és... örök emlékezetű, itt marad, hogy közülünk senki ne legyen többé felvágós. Egy verset is kéne vésni a gránitba aranybetűkkel. Például azt, hogy ez arról egy emlékmű, hogy így jár, aki nagy képű. Ez elég gyenge versike. Mit értesz a költészethez? Nagyon is jó versike, tanulságos, véssük csak! Hát, ez nem is végződött olyan rosszul. Tehát, Bruckner Siegfried, ígérd meg, hogy nem leszel többé nagy képű. Pont te mondod! Egyáltalán hogy mersz engem megszólítani? Hol van a te fogad gránitba ágyazva? Hol van a te... És kinek a szemfogának van emlékműve aranybetűkkel? Hát csoda, Bruckner! Csoda, Siegfried! Csoda nekem! Dum-da-dum!